Hát gyerekek, úgy néz ki, hogy már nagyon régen mutattam be rossz könyvet. Üdv mindenkinek, ez itt a Sentinel Kritika, én Snowman vagyok, most pedig beszéljünk Jacqueline Hartman Orlandájáról. Előre bocsátom, hogy a könyv nem jó. Rohadtul nem jó. De, lássuk, hogy miért nem. Elnézést szeretnék kérni a hallgatóktól előre is a pocsék belga, illetve francia kiejtésemért. Sajnos kevés ilyen nyelvi irodalmat olvastam, úgyhogy még egyszer bocsánatot kérek, ha esetleg rosszul ejtek ki valamit. Szóval, Orlanda. Az énből kitűnik, hogy ez a regény Virginia Woolf Orlandójának az újraértelmezése, és egyben Michael Cunningham az Órák című regényét is újraértelmezi, ami szintén Virginia Woolf munkásságán alapul, úgyhogy amikor elolvastam az ismertető hátulján ezt a kis szöveget, hát elég elhúztam a számat, hogy ne vajon mi lehet ez. Annak ellenére, hogy a téma ugyanazon ismertető alapján kifejezetten érdekelt. A regénynek két főszereplője van. Az egyik Eileen Berger, egy 35 éves irodalomprofesszor, a másik pedig a kóborló lélek Orlanda. De akkor mi is ez az Orlanda egész pontosan? A vasútállomáson Eileen meglát egy fiatalembert, egy szőke fiatalembert, akiről később kiderül, hogy újságíró, és annyira strapálja a saját hülyesége, idézőjeles hülyesége, tehát saját maga korlátai, hogy úgy dönt, hogy lélekvándorlást hajt végre. Igen, igen, ma én is kezdtem megkorúzni a számat. Szóval valahogy lélekvándorlást sikerül végrehajtania is. Az összes olyan érzését, gondolatát, amit nem érzett magához méltónak, mert a irodalom professzori attitűdje lehúzná, azt kiszáműzte magából, és ezek a dolgok, ezt hívják úgy, hogy Orlanda, ezt a részt, ezt szállta meg Lucien Lefrain-t, a fiatalembert. És a történet lényegében arról szól, hogy milyen egy nőnek egy férfi testben léteznie. A téma annyira nem új, rengeteg vígjáték, film, meg ilyenek feldolgozták már egész jól, komolyan is viccesen is már sikerült eljátszani ezzel a tudattal, nem is beszélve az Orlandról, ami a férfi test női testbe való átkerülésével is eljátszadozik, úgyhogy kifejezetten érdeklődően olvastam tovább a sorokat. Egy-két dolog beigazolódott, más dolog pedig nem. Én azt mondom, hogy kezdjük a Orlanda pozitív tulajdonságaival. És egyébként is túl sok neki, sajnos, úgyhogy ez rövid lesz. Az Orlandának a legerősebb tulajdonsága az az, hogy érzékelteti, hogy az elvándorolt lélekdarabka, Orlanda és Eileen milyen kapcsolatot alakítanak ki egymással ezután. Mert regényben többször is találkoznak, szinte összerülnek, és Eileen folyton folytogatva érzi magát, ha távol van tőle Orlanda, és Orlanda dettó ugyanígy érez, amikor nem is mondják ki. Amiatt viszont érdekesnek találtam ezt a könyvet, az az, ahogyan leírja, hogy habár Orlanda egy férfi testében van, tehát hetero vonásokat örökölt Eileen-tól, tehát ő homoszexuális férfiként tevékenykedik. Na most, mivel Orlanda átvette a csávónak a teljes életét, tehát emlékeit, mindenét, ezért alaposan összekuszálja annak az életét is. Családjával a kapcsolatát csak megvan megromlasztja, elkergeti a hozzá közeledő testvért is, a barátnőt is, mert ő nem érzi azt, amit kellene. Költekezik a pénzéből, kirúgatja az állásával, mert nem ért egyet azzal, amit csinált, szóval kegyetlenül elrontja az életét, és nem zavarja Orlanda annak a mesterteresülése, amit Eileen sose akart magának bevallani. Hedonista, csúnyán beszél, laza, költekezik, promiszkuitásai is vannak, úgyhogy hú, basszus, nem semmi. Szóval a regény ezt jól mutatja be, hogy milyen, amikor a két lélek eltávolodik egymástól, és mégsem tudnak teljesen szétszakadni. Az összes ezzel járó aggodalmat, stresszt, és ennek fényében a lezárás is eléggé úgy sikerült, hogy hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy megdöbbentő, de azért, ahogyan ez így le volt írva, az úgy eléggé meglepett. Eddig tartottak a jó dolgok. Lássuk, mi az a tulajdonság, ami miatt az Orlanda nem működőképes. Ami az egész regényt kinyírja, az a stílus. Kurva snob, bazd meg! Egyszerűen nem lehet kifejezni szebben azt az elképesztő fennköltséget, amiben ez a regény meg van írva. Ez a regény először 1996-ban jelent meg, bassza meg! És most ez már akkor is elavult volt. Hát a század elejé regények voltak ehhez hasonlóak, de ebben még sok olyan motivum is felbukol, ami még annál is régebbi. A regény ugyanis számtalanszor átzúzza a negyedik falat. Avagy kiszól az olvasóhoz. De az író szól ki az olvasóhoz, nem a karakterek, és az ő kiszólásai nem a legjobbak. Annyira sznob ez az egész, hogy amikor egyszer Orlanda a regényben elmondja, hogy neki fasza van, ezt mindenki feláborodva hallgatja, hogy azt a rohadt betyár mindenség, de ez sátáni cselekmény volt, hogy egy káromkodásba raktál a szövegbe. Ja, hát hogyne?
Persze, igen, csak szörnyű és botrányos, igen, igazán természetellenes, hogy valaki káromkodik, Istenem. És ez nem csak az egyetlen pont. Az Orlanda tele van olyan fennköltségekkel, el nem játszott poén lehetőségekkel, hogy az, ami szörnyű. Szörnyű! El sem hiszem, hogy 1996-ban kiadtak egy olyan regényt, ami olyan szinten elavult volt, hogy még a nagyanyám korában is cikinek számított. Egyszerűen nem tudtam elkezdeni, mire a regény végére értem, és a tanulság az, hogy összefoglalja a regény, hogy mi a tanulság. És bazd meg, ez a... most komolyan 1996-ban szükség volt arra, hogy tanul... Na jó, én befejeztem. Ez egy katasztrófa. Szóval, ami kinyírja azt a regényt, hogy nagyon komolyan veszi magát, az írás stílusa nagyon sznob, nagyon elavult. Szóval, basszus, Jules Verne nem írt ilyesmiket már. Ez már őtől is cikinek számított, mint ami ebben a regényben van. Jézus, hogyha úristen, basszus, Metropolis Media, mit adtál te nekünk? Nem hiszem, hogy pont a Metropolis Médiának, aminek van egy zseniális galaktika fantasztikus könyvek sorozata, annak muszáj volt kiadnia ezt a rettenetet. És ha már kiadás, hát beszéljünk arról, hogy milyen lett a Orlanda magyar verziója. A borító az Ulpius ház kiadványait idézi, amivel még őszintén szóval nem lenne nagy baj, hiszen ez elsőlegesen hölgyeknek ajánlott íromány, de van itt egy idézet. Azt mondja, varázslatos regény arról, hogyan lesz két nemből egy igen. Vicces, csavaros, elevenbe vágó. Meg az anyát picsáját. Egyébként a magyar kiadás amúgy egész pofás lenne, az elkezdés se van a problémák. A fordítás maga jó, tehát ami a szövegből jön, az hiteles, tehát jól sikerült lefordítani, de a baj itt leginkább a szerkesztéssel van. Ugyanis valószínűleg átvették a belga per francia szerkesztési módszert, rossz ilyen elválasztott mondatok, kimaradt vesszők, és hasonlók jellemzik ezt a regényt. És igazából most így visszaemlékezve eszembe jutott egy elég vicces rész, és ez a kiadót érint inkább. Azt mondja, hogy benne van a regényben egy olyan jelenet, amikor az egyik karakter, azt hiszem pont Eileen, hogy valaki szifit olvas. És ez úgy van megjelenítve, hogy a szifi olvasás, hogy mintha ilyen bűnös élvezet lenne. Úgyhogy ez a Metropolis-a nézve kifejezetten viccesnek adott, el is játszottam ezzel a gondolattal, hogy van mit nézhetett a szerkesztő, amikor ezt csinálta. Egyébként rövid a könyv, szóval olyan 230 oldal körül van. Aki ügyes egy délután alatt ledarálná, de ezek után feltenném a kérdést, hogy ki az az ember, aki ezek után el akarná olvasni ezt a könyvet. Én még egyszer nem fogom, az biztos. Mert hogy a kötése is igencsak úgy sikerült, hogy ferde. Ha már volt a kezetekben a Vándorló Kocsma című GBK-s kiadvány, akkor tudjátok, amiről beszélek. Ennek a könyvnek is a törzse kicsit el van hajolva, és az oldalakat éppen emiatt vicces nyitogatni, hajtogatni, gyakran magától bezáródik a könyv, nem lehet csak úgy letenni és úgy hagyni. Úgyhogy, hát túl sokat ne várjatok ettől az Orlandától, mert csalódni fogtok benne. Hát hölgyeknek talán egyszer el lehet olvasni, aki érdeklődik az LMBT-s meg a lélekvándorlásos témák iránt, az egyszer elolvashatja, de nem lesz az ő életükben sem meghatározó olvasmány, úgyhogy ne olvassátok sokat. Sziasztok! A sorozat következő epizódjának főszereplője Árkágyi és Boris Strugacki sci-fi klasszikusa, a Stalker, vagy Piknik az árok parton.